Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és ismét a FIFA 19-ből jelentkezem. Megyünk is egyből az Ultimate Teambe, és hát történtek dolgok, amióta nem jelentkeztem a kis sorozattal. Ugye volt az a bontogatós dealból, vettünk ki egy-két játékost, ami használható volt, megraktunk el egy csomót, ami nem. Közben voltak igazolásaim is. Kedves kollégám is segített itt az igazolásokban, mindenféle tanáccsal és egyéb módon. Lettek jó játékosaim, pár darab, úgyhogy most már egész jó a kis keret. Mindjárt mutatom majd, hogy hogyan állunk. És a squad battle-t fogjuk próbálni, meg ugye ezeket az objektíveket próbáljuk megoldani. De vannak ilyen, valahol megvannak a heti meg a napi ilyesmik is, nem tudom, hogy hol, várjál csak. Nem. Aktív squad, igen, ezt ugye mutogatom. Mert egy kis alkalmazásban nézegettem én ezeket. Ja, itt vannak, né, ezekni. Ezekben vannak, hát nem tudom, a napit azt lehet, hogy lekéstem. Már úgy... amit nézegettem a telefonos alkalmazásba. Jó, oké, ez nem. Ez micsoda? Squad fitness consumable. Ez nem tudom micsoda, ez lehet valami kártya. Emele. MLS in foot game. Tehát valakivel gold kell szereznem. Az MLS az a... az a... amerikai lehet? A liga. És akkor mi van itt? Squad battle-ba kell. Hát amennyire értem, a keresztlabdával asszisztálni egy gólt, gondolom. Jó. Hát mindegy, ezek majd úgyis teljesülnek, ha teljesülnek. Az a baj, hogy voltak olyanok, amiket meg tudtam volna csinálni. Csak ugye ezek a napi dolgok, ezek úgy lejárkálnak, és ezt múlt tegnap néztem, hát elevidens, hogy akkor nem megy addig. Jó, mindegy, majd ezeket akkor most hanyagolom. Ugye mutatom a csapatot. Így nézünk most ki, jelenleg egész jó a chemistry-nk, és ugye a csapat sem rossz, nem ide akartam bejönni, ide akartam bejönni. Itt történtek változások, hoppá, várjunk, csak ezt akartam. Lett egy jó kis középső védőnk, Savic, illetve ő is, Lenglet. Ők ketten most érkeztek. Akkor még lett egy... ő lett a szélsőnk, a bal szélsőnk, Morales. Ő egy újdonság itt a csapatban. A pénzünk az most már nem sok van, most már gyűjtögetni kell. Ja, és a legjobb játékos az pedig Kondogbia. Ő, aki a húzó középpályásunk lesz, most úgy néz ki. Jó darabig. Őt kell majd lecserélnünk, mint gyenge láncszemet, illetve azt mondták, hogy a kapusomat is illene valami másikra cserélni. Úgyhogy még majd keresgélünk, de egyelőre szerintem ez így megjárja. Ugye van itt a cseresorunk, amiből lehet még válogatni. Korlátozottan természetesen, de azért lehet belőlük becserélni, illetve majd a tét meccseken később ezeket lehet aktiválni, amikor fontosabb lesz. Nem tudom, hogy ezt itt lőjem el a squad battle-ba, vagy máshol, majd meglátjuk, hogy mennyire indokolt. Most viszont megpróbálom mindenképpen a semi-pro-ra rakni majd az erősséget, mert azzal játszottam itt a maszekba jó meccset, így számomra is izgalmas meccset. Viszont még ezt kéne megnézni, hogy aktiválni kéne ilyen bónusz pénzeket. Azt mondja, a fotkörvázat 200x5. Ezt megnézzük. Ezt ellőjük. Oké, ezt megkaptam, és akkor most kapok majd 5 meccsen keresztül ilyen boostolt jövedelmet, ami jó dolog lesz. És hát olvastam, vagy egy videóban hallottam, hogy érdemeseteket így egyesével ellövöldözni, tehát nem felvenni egy csomó küldit, hanem így egyesével, és akkor az úgy jó lesz. Na, nézzük már meg akkor ezt. Először játszok ebbe a squad battle-ba, meglátjuk, hogy mire leszek jó. Remélem, hogy... Várjál, csak itt van az ellenfél választása. Hát a leggyengébb.
bár a chemistry-ük nem, hát jó chemistry 2-vel sebb, de kicsit gyengébb a csapat, legyen ez. Várjál, csak a details-t még lehet jobban megnézni erre, de nem, nem ennyit mutat belőlük. Jó, legyen ők, legyenek ők. Az én rankom az, nem tudom, ez nem derül ki, a top 100, oké, jó, mindegy. Kiválasztjuk akkor ezt a csapatot. Ja, itt van a match point. Aha. Jó, mivel azon nos a csapat és az első mérkőzésem ebben a sorozatban, ezért amatőrön fogok indulni, és utána jönk a semi-prón majd a következő mérkőzést, hogyha a 81-es amerikai csapatot sikerül így megvernem. Ja, az úgy jó lesz. Akkor amatőrbe megyünk először. Remélem szerződések terén rendben vagyunk. Mindjárt meg is nézzük, mert ezt most nem tudom, hogy őszinte legyek. Azt sem tudom, hogyan mutatja. Így van, kontraktok. Hát, ja. Azért egy 6-7 meccset tudunk játszani, hogy látom, 6-a izé, oké, jó. Rendben. Kiléptem, de jó. Na, gyerünk vissza. Oké. Amatőr. És most nem piszkáljuk a csapatot, hanem mehetünk. Oké. Én leszek a... Gondolom ez. Hő még lehetek, az is nem, azért jó van. Jó. 81, 79, 80. Ja, hát egyedül az atakba, tehát támadásba erősebbek nálam, meg hát ugye elvileg most azért én erősebb vagyok, hogyha ezt a meszt választom, bár jó, nekem ez jó lesz. Jó, legyetek ilyen hófehérek, jó, oké. A csapatom az összeállt, ja, ez jó lesz nagy, a jó a chemistry is, ugye mindenki most már spanyol vagy spanyol ligás. Úgyhogy izgalmas lesz. Hú, Ibra középen fog futkosni, ahogy látom, ja, akkor ez, ja, igen, igen. Ő velük, mint hogyha játszottam volna már egyéb mérkőzésen. Remélem nem túl hangos a kommentár. Majd visszaveszünk belőle. Meg is nézzük, hogy lehet-e. Game, video, video calibration, game settings, esetleg egy kis audio setup. Visual, audio, így van. Oké, kommentárból már veszem is vissza mondjuk egy ennyit. A stadionból is egy kicsit visszaveszünk. Many soundból is így. Azt megnézzük így akkor. Ja, kicsit jobb talán. Én nekem se duruzsol a fülembe annyira. Dicsérik az igazolásaimat. Mi leszünk ugye a sötét mezben. Ott kapusom a Moya. Őt én igazoltam, így saját izé elhatározásból. De hát talán lesz ő nála is majd jobb. Bár 80-as kapus is talán megjár így. Főleg én amatőr, meg semi pro szinten így squad battle-ba. Na, úgy látszik, hogy a mi szurkolóink jó sokan vannak. Valószínűleg azért, mert mi vagyunk ott van. Savage, az kicsit hasonlít Ibrára, azt most is elmondom, ahogy így első kinézetre is észleltem, csak annyi, hogy nem hosszú a jön neki. De ő is ott lesz. David Villa. Remélem sok gólt lő. Aztán meglátjuk, mire leszünk képesek. Azóta nem játszottam, hogy az utolsó a második videó kikerült, de úgy csak bontogattam, nem volt különösebben semmi. Semmi extra. Ez az, na. Meglátjuk. Meg se próbálta. Mit csinálsz itt oldalt? Oké. Közben nézegettem videókat, ilyen okosságokat, hogy mit lehet csinálni majdan. Ez az. Ügyes.
Gyönyörű, gyönyörű az összjáték. És egy szöglet lesz belőle. Hú, az edző Mourinho volt ott, ha jól láttam. Azt mondja, hogy ide egy X-es nyomunk így. Ajaj. Jó, jó. Fölé ment. Ő volt a szélsőnk az ugyanadik, az ott Morales. Ja, igen. Még a mezeket majd ki kell osztanom majd, mert most sok mindenki olyan, hogy egy darabig ők lesznek azon a poszton, úgyhogy szépen elosztogatom majd a messz számokat a kedvemre. És egy jó kis feladat lesz, gyönyörű. Interception volt. Hoppá! Az még jó lehet. Na, na, na. Bénázunk itt. Oké. Gyerünk, gyerünk, nyomjuk őket. Mindenhol izé van, mindenhol labdavesztés van, mindkét oldalon megy az eszetlenkedés. Na jó lenne most már, hogyha valami labdát tartanánk mi is ám, mert... Good position. They've worked this attack very well into quite a dangerous position now. Ez jó volt, ez jó meglátás. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. The opposition backpedaling a little bit. Ó, ez 11-es. Elhúzta a lábamat pont a lövés pillanatába. Aha, jogos. Ki is állítanám, ha neki lennék. Még a végén így lesz meg az első gólunk így 11-esből. Megjegyzem, 11-es rúgtam még soha, úgyhogy fogalmam sincs, hogy valaki még edzésen se volt. Úgyhogy izgalmas lesz, hogy bemegye. Meggondolom, a izét kéne rúgnom, a B-vel kellene elrúgnom. Na itt segít valamit. Azt mondja, az erre mozgatom a játékost. Oké. Aztán az ellen célzok. És B-vel pedig a labda erősséget állítom. Ja, és akkor még csargathatom is a izéket, gondolom. Ó, te jó ég. Na jó. Azt mondja, nem fogjuk túl izélni. Ezzel a játékossal mozgok. Ezzel beállítom a lövést. Oda, az erős. Mondjuk lőjük oda. Hova lőjük? Lőjük oda. Úha, ez sok lesz. Oké. Ez jogos volt. Túlnyomtam a B-t. Na, nagyon kicsit kell csak megrúgni. Ez az. Ez meg lehet, és elértük, szuper. Szöglet. Nem ért oda a kis fejelő játékosom. Hova tegyük neki? Oda kéne valahol, oda. Egy kétharmados ez az. Jaj, ne rúgd el, kérlek. Ah, nem ért oda. Jó lesz ez az amatőr szint nekem még egy darabig szerintem. Kim volt. Ajajaj, de rossz helyre ment ez a labda. Oké, most szedjük össze egy kicsit magunkat. Ennyit erről. Megint egy dobás lett belőle. Na. Valaki, mondjuk te is jó vagy neked. Ó, te jó leszel, ahogy. Ez az. Hát senki nem tudja lefejelni. Minden alacsony volt. Átmegy rajta. Nem ment át azon. Próbáltam emelni. Mondom, ezt is kipróbáljuk.
Ezek a hosszú labdáim nem igen érnek célba. Ott nem hozod át, barátom. De áthozza? Oké, meg vagyunk. Ez az szép volt. Ó, túl mély volt. Pedig most nyomtam is a B-t szépen. Megpróbáljuk ezt egyből megoldani. Ó, ez meg egy passz volt. Még nagyon meg kell szoknom ezeket a gombokat. Ó, csak a lövés volt. Tök levették a lábamról pont. Ez meg nem ért oda. Elgondolások vannak, csak nem tudjuk megvalósítani. Ó, úgyhogy szép visszafutás volt. Oké. Nyugodjunk meg, egy keresztlabda oda. Ez is jó lesz, és lekezeled, barátom, így van. Á, túl mély. Ez is túl mély volt, korábban kellett volna adnom. Hoppá. Hé, barátom, itt ezen nem csináljunk ilyeneket, ez az. Ne. Azt nem éri el érte. Sok az elővágott labda, aminek semmi, de semmi haszna az ég adta világon nincs. Az bedobás. Remélem. Hol a... Szegény Ibra nem jött neki össze, nem tudom, mit csinált. Ő rúgta ezt el? Ja, hú. Hát meg a fordulásból egyből rúgta, ahhoz képest nem is rossz, hogy bedobás lett. Jó lenne, hogyha győznénk. Jót tenne izének a... Gyerünk! És lefújták, hát... Még jó, hogy nem a szemipróval kezdtem, mert elég csúnya lett volna. Még ez amatőrt is simán kéne vernem, akkor tudok csak oda átállni. Jó. Perepons kolléga, ő az, aki nagyon kivan. Őt lecseréljük. Bár nem tudom egyébként, hogyha félig van a csík, akkor az teljesen fáradtnak számít-e vajon. Meglátjuk. Hát... Sergi Gomez, CB... Ugye őnek igazából úgy nagyon-nagyon nincsen cseréje. Van egyszer ő... Hát ő. De ő védekező jellegű. Mindegy, behozzuk. Megnézzük, hogy ő mire képes. Őt is a pakokból bontottam. Német játékos, igazából annyira nem fér be így a csapatba, de hát cserének jó lesz. Meg hát hogyha jól szerencsét hoz, aztán rúgok egy gólt, milyen jó lenne már az. Srácok úgy játszanak itt, mintha vezetnének. Na, ez szép van. És bent van. Ki volt az? Ez David Villa volt. Szerintem. Igen. Úgyhogy szépen kiugrott, és nem volt lesse, úgyhogy nagyon örülök neki. Ez most jól jött így az elején, a második félidőn. Gyakorlatilag beadást erőltettem. De jónak bizonyult az egy-egybeni dolog. Meg aztán eltaláltam a gombot is, az sem rossz. Bele se tudott nyúlni. Jó. Ezt erőltetjük majd akkor inkább most egyelőre. David Villa az üveges tekintetével ő is. Ez nem sikerült a játékban, nem tudom, milyen volt régebben a játék, ugye 18 kibaradt, 17-en játszottam, arra már sem emlékszem. De a
nem élettel teliek a játékosok. Azt kell mondjam, így közelibe. Torres leszé volt. Mondjuk tovább tolhatta volna David Villának egyébként. Mármint, hogy én. De hát nem tettem meg. Rálőttem. Hát, belenyúlt. Én ezt szögletet adnék. Nem mellé ment, úgyhogy... Rukhatjuk a kis szögletünket. Hát nem tudom, valahova ide kéne. Ide gondoltam. Egy ilyet. Ja. Ó, te jó ég, mit csináltál? Ez most ténylegesen passzolni akartam, csak nagyon, nagyon gyengére sikeredett ez a passzocska. Ez... Ó, de kár, hogy nem volt itt egy interceptionünk. Nézzük a... Ez az. Az mondjuk meglepett volna, oda be tudom vinni. Hú, ebből meg kontráznak, Ibrára vigyázzatok. Jó. Ez az. Hát ez megint beadás lesz. A jó kis középpályásunk. Nem ért bele senki, mi? Jön be Pedersen. Hasonlít a képen rá, végül is. Moja, ott is Moja véd. Most látom. Moja ellen, az igen. Az jó, ott ismerős nekem a kapus az előbb, ahogy mutogattak. Mondom, miért van ez is? Most már látom, mintha ugyanaz a kapusunk lenne. Mondjuk eddig simán jönnek, az igazság. Nem kéne, hogy ilyen simán jöjjenek egyébként. Ez az. Kipróbáltam a dupla lövést, ezt is egy videóban hallottam, hogy ezzel elég erős, vagy pontos lövést lehet leadni. Hát nem tudom, hogy most véletlenül sikerült, de kétszer nyomtam meg a B-t, egyszer hosszabban, meg egyszer egy rövidebben gyorsan. Nagyon szépen belőtt, milyen távoli gól volt. 16-on kívülről. Egy lapos leszerizett lövés volt. Bele se tudott érni a... Hát igen. A kollégám mondta, hogy ez jó játékos lesz, ha beépül ide a csapatba. Hát, ha ilyen gólokat lő nekem távolról, akkor tényleg jó barátok leszünk. Sokáig itt lesz a csapatban. Szép volt. Cserél is a... Meg is kéne néznünk nekünk is, lehet, hogy frissíteni kéne, hogyha valahol fáradtak vagyunk. A védelem egész jól bírja. Mondjuk nem tudom, hát ilyen csatárcseréim nem igen vannak. De mindjárt megnézzük. Van még Münir. Akivel lehet operálni. Nem, még hagyjuk egyelőre a srácokat. Elbek van egy... Szélre nincsen senki, hát nagyon, nagyon sok cserénk nincs olyan tényleg hasznos. Ja, nekünk is Moja véd, úgyhogy ja, tulajdon is Moja, itt is Moja. Jó, hát most két gól. Kondogbia. Meg kell jegyeznem a nevét a srácnak. Kondogbia, így van, mondja, csak te is, aztán hadd súlykolódjon ez. Nézőkbe is, meg beléim is. Na. Ez az. És már labdát is szerez a sre... Elveszti. Visszaszerzi, nem? Hát ez most... Jó, de végülis a nagy veszély nem alakult ki belőle. Róla ment ki. Oké, megtaláltam. A tiszta részt. Ó, ez sok lesmi. Látszik, egy kicsit lesen volt, onnan mozgott vissza. Már amikor eladtam a labdát, akkor láttam, hogy bemozdult.
Mondjuk túl nagy előnyt nem szeretett belőle, mert visszamozgott a játékosom, de hát ez tény, les volt. Hű, de szép! Áj, ez még jó is lehet! Így van, azért Torres még esett egy hatalmasat. Jól csinálta egyébként, ez les mi? Nem, azt hittem felé megy a labda, mondom, akkor lest is fúja. Kis bíró koma, hopp! Nem tudtuk elszedni, de jogos a taps, kihozták. Megint jól szűrtünk itt. Ez de szép volt. Gyerünk, gyerünk! Ez azt, egy David Villa kapása. Ó, elszabadult a pokol a második fél időben. De lehet, hogy kellett ennyi, hogy egy kicsit visszaszokjak a gombokra, meg mindenre, kis kevés játékom után is. Pont az ellenfél szurkolói előtt sikerült. Hát ezt jól eltalálta, nem igen tudott bele lépni a... Viszont a beadás az fontos, hogy most nem adtam túl mélyre, tehát már a 16-os sarkán a lendületből érkező játékosnak benyomtam az X-et, és körülbelül egy olyan 2-3-at lépett még, és akkor ment középre a labda, és jó ütembe érkeztek a srácok. Jó. Jó. Kondogbiával meg a távoli lövéseket fogjuk erőltetni majd. Ezt a dupla és gombosat. Ez szabálytalannak minősült? Oda néz. Hogy azt hittem, hogy az életemet is veszi majd Ibra, úgy jött oda. Ez az, szépen hoztátok ki, srácok. Most ezt nem sikerült annyira, de kicsit sem, egyébként. Ez az. De mögé kaptam. Jó, mondjuk nincs nagy vész, max egy gólt kapunk. Van még benned cufla, barátom. Fuss el a szélen, ez az. Ne vidd ki. Ez az. Hát ez egy eléggé jámoltalan felsőt, hogy zavarta egymást Torres meg Morales volt talán. Ja. Egymásba borultak bele. De Morales fejelt el, és Torres meg fölrúgta. Szép volt, srácok. Mondjuk Morales odaért. Az se semmi. Előbb odaért, mint Torres, vagy éppen David Villa. Pedig ő a szélről jött, keresztbe futkosott. Ó! Hopp! Az ugrás az megvolt. Hát igen, ő megoldotta. Ez az. Ez is egy távoli lövés, ilyen dupla klikkes volt, egész jó sikerült, nem volt kéz, mint a Kondogbia beleért volna kézzel. Eléggé pörgős lett a játék vége, átfutunk gyakorlatilag a középpályákon. Ez az. Well, I'll be honest with you, this last few minutes have dragged a little bit from where we're sitting because the game as a contest is long, long over. Ez az, szuper! Ó, ez befért. Morales végre is megrúgta az első gólját. Ő is érett neki, volt egy szép fejese az előbb, hát szép az relatív, de volt neki egy fejese. Na, a második félidő már egész látványos, és az első félidő szenvedése után megjöttek a gólok is. Majd megnézzük a második meccset. Az a következő videóban lesz majd, de ha az is ilyen szépen megy, akkor megnézzük a semi-prót. Aztán így lépdelünk szépen, komódosan följebb majd. Na, hát ez... Jó, az elején még nem mondtam volna, hogy ez így fog menni. Nézzétek el nekem, hogy így az elejéről megyünk, de szépen komódosan kell haladnunk. Kondombia távoli lövésével kísérletezek, de... ez is egy ilyen dupla klikkes volt. Torres is egész jól megeresztett, nem tudom, milyen neki a longshotja. De nem volt ez veszélytelen, ez jól ment ez a
Ez befért volna talán. Bebe, simán befért volna. De odaért Moya. Legalább most tesztelem Moyát is, ha nem is nálam, hanem az ellenfélnél, hogy milyen. Jó, jó, odaért, odaért, az a lényeg. Már rakjuk ide, itt elég sűrűn vagyunk, vagy ide, jó, de valahol így. Nem tudom, aztán erre adhatok tippeket, hogy hogyan rúgjam ezeket a dolgokat, és... Ez is kiment, kijön, mi jövünk? Mourinho egy kicsit biztos mérges, kicsit puposan is állt szegény. Te kapod, barátom, mert te ráérsz, itt látom. Ez az, Kondogbia. És lefújták, lefújták. Pedig még egy két tolás, aztán megpróbáltam volna egy távolit megereszteni, de most erőltetni fogom vele a távolítását, kíváncsi vagyok, hogy véletlen volt-e, vagy beakad-e még pár majd. Kell csak mennyi pénzt kapunk, olyan ott volt üt-üt Ibra szomorúan a földön, egyébként csak így megjegyzem kollégámnak. Másodszor vegyük meg Ibráékat. De majd lesz, amikor kicsit jobban partiba leszünk velük, amikor megtaláljuk a megfelelő erősséget. Na, jó van. Ez a hazai stadionom? Minden bizonnyal, mert ugye most nálam volt a mérkőzés. Jó, az összefoglalót aztán nézzük meg, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy milyen eredményeket értek el a játékosaim. Kondogbia egész szépet kapott, Morales is, ja, jó, jó. Védelem, hát Ismail az elég sokat tehetett hozzá a támadó játékunkhoz, talán. Ja, sokat kapott labdát, sokat indított innen a bal szérről. David Villa és Torres is jól szerepelt, ja. Jó. Oké, Moya meg 7-1. Na. 694. Erre jön még van egy bónusz. Coin boost. Ja, 200 jött rá. Hát, ja. 5-ször kapok 200-at. Akkor ennyi. Hát, nem kevés, nem is sok, olyan pont elegendő. Jó. Azt mondja back. Mehetünk tovább. Kaptunk bónuszokat. Mik azok ott? 696 pont. Oké. Okay. Nem tudom, mihez kapom itt a... Gondolom valami XP-ket vagy pontokat, amitől lépem ezeket a szinteket vagy valamiket. 3-as bronz fokozatra léptem, jó van. Jó, egy taskot is megugrottunk, azért lehet, hogy kapunk egy rewardot. Ha most innen kilépek, attól még megvan az egy meccsem, ugye? Mindjárt nézzük. Három... Ja, igen, igen. Jó, szuper. Akkor... Hol is van ez? Itt a My Clubba lesz ez a... Nem. Ott van a Food Centralban ez a cucc. Jó. Na milyen... Ezért kapunk rewardot ide. Valami csomagot esetleg? Nem, coint kaptunk, 150 coint. Jó, az jó az. Oké, már csak egy van ez a... Ki kell tennem valakit a transfer listre. Ja, oké. Megnézem még ezt a cuccot, hogy ez hogyan alakul. Ilyenkor nem látszik, hogy melyik bónuszon fut éppen, ja nem. Fut, 99 más player kontakt. Aha, kapok érte majd ilyen szerződés kártyát, 99-est, ahó, az jó, azt szeretjük. Na, oké, akkor ez lett volna az első squad battling, amit egész jól abszolváltunk. A következő mérkőzés az még amatőr szinten fog menni, és utána megpróbáljuk a semi-prót is, és akkor ígérem, hogy tényleg lépünk egy szintet, a következőt is ilyen 2-3 góllal sikerül megverni, akkor mindenképpen feljebb megyünk egyel, megnézzük, hogy ővelük hogy tudunk elbánni. Én köszönöm szépen a figyelmet, ez lett volna a sorozatban a harmadik epizódunk. Hamarosan érkezem az újabb résszel, most már újra van valamennyi coinunk, úgyhogy lehet nézegetni majd az átadó listát is majd, ha még egy középpályást kell majd szereznem, igen, 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 az kelleni fog mindenképpen. Jól van, köszönöm még egyszer a figyelmet, jövök hamarosan vissza a játékkal, sziasztok!